Úgy döntöttek, hogy ezt a lányt Cápa Csalinak használják. Vajon sikerült túlélnie? Nézd meg a Csalétek című film összefoglalóját, hogy megtudd a választ. Spoiler, nem mindenki fogja túlélni. Egy autó áll meg az óceán partján. Egy fiatal srác kiszáll belőle és felébreszti a barátját, aki a másik autóban mélyen alszik. Josh az, és úgy néz ki, mintha ivott volna az éjjel. A barátja felajánl neki még egy italt, és átnyújt neki egy gyanús tartalmú üveget. Megszagolva az italt, Josh grimaszol és panaszkodik, hogy szarszaga van. Küzdelmesen megiszik néhány kortyot, majd visszahuppan az ülésre. Úgy tűnik, nagyon rosszul érzi magát. Josh és barátja Rory vízimentők, akik ezen a strandon dolgoznak. Josh közeledik a parthoz. Az egyik sziklánál izgatottan bámul egy gyönyörű fürdőruhás lányt. Ő a menyasszonya, Tina. Egymást átölelve sétálnak végig a parton, majd gyengéden megcsókolják egymást a sziklákon. Teljesen boldognak tűnnek. A vízben egy középkorú férfi úszik, Josh barátja pedig szörfdeszkán siklik a hullámokon. Minden tökéletesnek tűnik, de... valami sziluett látszik a vízben. A méretéből ítélve egy hatalmas cápa jelent meg a parton. Azonban még senki nem vette észre. Josh és Tina a Szingapurba költözésről beszélgetnek, a férfi úszik, Rory pedig szörfözik. Mégis a feszültség percről percre nő. És ekkor a férfi hirtelen a víz alá merül, ami azonnal vörösre változik. A toronyban lévő úszómester ezt észreveszi és kiabál: veszély, cápa! A sziréna megszólal, pánik tör ki, és mindenki menekül a vízből. Josh beindítja a jetskit és Rory megmentésére siet. A srác nem csak a legjobb barátja, hanem Tina testvére is. Ekkor Roryt megtámadja egy cápa. Kiderül, hogy hatalmas, és könnyedén apró darabokra töri a szörfdeszkát. Maga a srác azonban sértetlen marad. Josh közelebb megy, és a barátja kezéért nyúl. De nem sikerül időben kihúznia a vízből. A cápa újra támad, és ezúttal az óceán vörösre változik. A ragadozó a fenékre rántja Roryt. Josh egyedül marad, kezében még mindig csak a barátja nyakláncával. A fiatalember kétségbe esetten sikít. Nem sikerült megmentenie barátját. Egy egész év telt el, újra látjuk Josh-t. A teljesen összetört szívű srác otthon marad és hallgatja a híreket. Halott barátja medálját viseli a nyakában. Szobája falát újságkivágások borítják a tragikus eseményről. Rory és Tina képei is ott vannak. Josh kávét főz és az ablakhoz lép. Erős szél támad, és a kutyák vonyítani kezdenek. Ez meglepi a fiút. Madárrajok jelennek meg az égen, és mind nagyon ijetnek tűnnek. Egyikük majdnem magának, Joshnak csapódik. Főhősünk elsétál egy puccos autó mellett, amelyben két meglehetősen gyanús, sötét szemüveget viselő férfi ül. Úgy tűnik, mintha valami illegális dologra készülnének. A furcsa autó egy mély garázsba hajt. Josh belép a szupermarketbe, útközben felveszi az egyenruháját. Ott dolgozik most is. Egy sötét hajú lány sétál be ugyanabba a szupermarketbe. Kiválaszt egy sampont, és a zsebébe rejti. Így tesz a napszemüveggel is. A biztonsági őr észreveszi, és a tolvaj után rohan. A lány berohan a raktárba. Eközben egy újabb puccos autó jelenik meg a parkolóban. A volán mögött egy jóképű, göndörhajú fickó ül, akit egy elbűvölő szőke kísér, karján egy kiskutyával. A srácot Kyle-nak hívják, és azt javasolja a barátnőjének, hogy a kocsiban szórakozzanak egy kicsit. A kutyus a hátsó ülésre megy. De nem csak Kyle és barátnője szórakozik jól. Egy másik szerelmes párt látunk a raktárban. Ő Ryan egy másik szupermarket alkalmazott, és ugyanaz a lány, aki tolvaj. Jamie-nek hívják, és megmutatja barátjának a szupermarketből lopott szemüvegét. Ryan nem örül túlságosan ennek az ajándéknak, főleg, hogy hamarosan megjelenik a biztonsági őr és az üzletvezető. Követelik a lánytól, hogy fedje fel a zsebe tartalmát. Egy halom lopott holmit találnak. Ryant kirúgják, Jamie-t pedig hamarosan letartóztatja a rendőrség. És megjelenik az apja. Micsoda fordulat! Családi civakodás veszi kezdetét. Josh a bevásárlósorok közt rendezi az italokat. Hirtelen észreveszi Tinát. Ő is boldogtalannak tűnik. A fiú fájdalmasan néz a kedvesére. Aztán egy idegen jelenik meg mellette. Úgy tűnik, Tinának új barátja van, Josh lehajtott fejjel elsétál. Ugye nem felejtetted el a furcsa autót a gyanús férfiakkal? Kiderült, hogy rablók, akik éppen azt a szupermarketet készülnek megtámadni, és már töltik is a fegyvereiket. Jamie apja, aki épp most ültette be önfejű lányát a kocsiba, észreveszi őket. Előhúzza a csomagtartóból a fegyverét és követi az egyik bűnözőt. A rabló állarcot vesz fel, és add ide a pénzt kiáltással bemegy az üzletvezető irodájába. Az igazgató kinyitja a széfet, de az üres. Az elkövető túszulejti a férfit és a pénztárgéphez sétál. Jamie apja követi őt. A rendőr a rablóra szegezi a fegyvert és elveszi tőle.
De mi ez? Egy kiáltást hallunk, dobja el a fegyvert, és kiszúrjuk a második rablót, aki túlszul ejtette az egyik nőt. Az arcát maszk takarja, bár határozottnak tűnik. Josh, aki ez idő alatt a fürdőszobában szomorkodott, lövéseket hall. Kinyitja az ajtót és meglát egy szupermarket alkalmazottat a földön fekve, nem mutat életjeleket. Az elkövető elkapja a második lányt, Tinát. Josh megpróbál közelebb menni, és abban a pillanatban a szupermarket falai remegni kezdenek, és a polcokról leesnek az élelmiszerek. Olyan érzés, mintha földrengés lenne, de nem. Egy hatalmas cunami söpör el mindent, ami az útjába kerül. Az emberek pánikszerűen próbálnak elmenekülni a partokról, mert a hihetetlen magasságú és erejű hullámok fákat csavarnak ki, és épületeket rombolnak le. A szupermarketet is teljesen elöntötte a víz. Az emberek kétségbe esetten kapaszkodnak mindenbe, hogy ne sodorják el őket a hullámok. A föld alatti parkolót elönti a víz, és Ryan furgonja az oldalára borul. Kyle-t és a szőkét csak az menti meg, hogy a kocsiban ülnek, és az eléggé légmentesen van elzárva. Mindenhol kialszanak a fények. Számos embert látunk, akik már nem mutatnak életjeleket a vízben úszva. A szupermarket úgy néz ki, mint egy elárasztott szeméttelep. Van még valaki életben? Igen! Josh kijön a vízből, és az egyik rabló felmászik egy dobozra. Ez az a férfi, aki nem lőtt le senkit. Azt is látjuk, hogy az üzletvezető és Jamie apja is túlélte. De a rendőr megsebesült. Valaki azt kiabálja, apuci. Jamie is életben van. Megöleli az apját és sír. Még többen felmásznak a legmagasabb polcokra. Josh észreveszi Tinát a vízben. Odaúszik hozzá és segít a lánynak kimászni a vízből. Sok holttest úszik körülötte. Azonban a barátja is életben van. A mélygarázs teljesen el van árasztva. Kyle és barátnője segítségért kiabálnak, de senki sem tudja megmenteni őket. Ryan is túléli, de az ő autója fokozatosan megtelik vízzel. A srác betöri az üveget és kiszáll. Josh kivesz egy vasszeget a rendőr lábából és bekötözi a sebét. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy keressenek kiutat a szupermarketből, ő maga pedig Jamie apjával együtt megvárja a segítséget. Tina és a barátja a főbejárathoz úsznak, de az el van zárva. Hirtelen valami furcsa dolog történik. Az egyik holttest hirtelen eltűnik a víz alatt, és maga a víz is elkezd mozogni. Josh kiabál, hogy mindenki azonnal jöjjön ki a vízből. Sajnos az őr nem ér oda időben. Megtámadja őt egy, igen, jól mondod, egy 3 méteres fehér cápa. Jamie megpróbálja kihúzni az őrt a vízből, de már csak a karja maradt. Minden más a hal táplálékává vált. Eközben Ryan megpróbál túlélőket találni és kijutni a parkolóból. A kijárat azonban el van zárva, és senkit sem talál életben az autókban. Az autó Kyle-lal és a szőkével nem messze van tőle. A srác elkéri a lánytól a cipőjét, hogy betörje az üveget. A lány neheztel és gúnyosan kinyitja a napfénytetőt. Kyle kiszáll és megtalálja Ryant. Ekkor ugyanaz a fehér cápa úszik az autójuk közelében. Hoss! A pánik egyre nő a túlélők között a szupermarketben. Újra meglátják a cápa uszonyát. A ragadozó körbeúszik a dobozok és polcok körül, amelyeken az emberek ülnek. Újabb rengést éreznek. Az elektromos kábelek elszakadnak. Ha a vízbe csapódnak, minden lángba borulhat. Josh éppen a hátsó helyiségbe úszik, hogy kikapcsolja az áramot a kapcsolótáblánál. A gond csak az, hogy ő is megsérült, és a cápa talán a vérszagra úszik. Így Tina barátja úgy dönt, hogy inkább ő csinálja. Fémrácsos védőruhát tesznek rá, és egy snorkellel leeresztik. A cápa a srác mellett úszik, de nem támadja meg. Úgy tűnik, a vasketrec működik. Tina barátja eljut a hátsó szobába, de a cső nem elég hosszú. Feláldozva magát, a bátor fiatalember elvágja és kikapcsolja az áramot. Snorkel nélkül azonban nem tud visszajutni, és a testén lévő vas miatt nem tud felúszni a felszínre. A fiú megfullad. Még néhány óra telik el. Jamie megpróbálja megvigasztalni Tinát, és elmeséli neki édesanyja elvesztését, miközben a bűnöző talál egy kést, és egy botra erősíti, így egy szigonyszerű fegyvert készít belőle. Közben a cápa újra megtámadja a kocsit Kyle-lal és a szőkével. Hogy megmentse a srácokat, Ryan megpróbálja elterelni a ragadozó figyelmét mindazzal, amit maga körül lebegve talál. Míg a cápa a csalira rohan, Kyle és a barátnője a furgonhoz úszik, hiszen az megbízhatóbb, mint az autó, amit hamarosan elönt a víz. Az életét féltve Kyle a vízbe dobja a kutyát, az pedig eltűnik szem elől. A szőke keservesen gyászolja veszteségét. Az emberek a szupermarketben kötelet húznak, hogy egy ember ki tudjon mászni a szellőzőn keresztül. Úgy döntenek, hogy az üzletvezető lesz az, mivel ő a legvékonyabb. A csőben azonban sok a rovar, ezért a férfi leesik és a kötélen lóg. Ebben a pillanatban egy cápa ugrik ki a vízből és megtámadja az igazgatót. A férfi szó szerint ketté szakad.
Mindenki sikít a félelemtől és a rémülettől. Ryan kitartóan keresi a kiút lehetőségét. Megpróbál átmászni egy vascsövön a kijárathoz, de beleesik a vízbe. A fickó a furgonjához úszik, bár a cápa követi őt. Pont ebben a pillanatban Kyle is a vízbe esik, és a ragadozó újabb prédájává válik. Az emberek a szupermarketben kétségbe vannak esve. Csak a bűnöző túlélő marad elszánt, le akarja szúrni a cápát, de ehhez szüksége van a horgokra. Jamie apja úgy dönt, hogy kiúszik értük, de a lánya megelőzi őt és beugrik a vízbe. Mindenki hangoskodni kezd, hogy elterelje a ragadozó figyelmét. A cápa odaúszik Jamiehez, a lány pedig leküzdi egy baltával. Sikerül megszereznie a horgokat és a csalit, és sikeresen visszaérkezik. A bűnöző egy hatalmas húsdarabot dob a vízbe, de a cápa közömbösen elúszik mellette. És akkor az egyik túlélő elővesz a zsebéből egy pisztolyt. Úgy tűnik, hogy a második rabló az, akinek a cunami alatt sikerült levennie a maszkját. Túszulejti az egyik nőt és azt mondja, hogy megtalálta a csalit, majd meghorgolja és a vízbe dobja. Megjelenik egy cápa, de az első rabló leüti korábbi bűntársát, kihúzza a nőt a vízből és a második bűnözőt csalinak használja. Azonnal újra megjelenik a cápa és elkapja a csalit. Most már a ragadozó van a horgon. Ekkor Ryan és a szőkenő a furgon tetején ülnek. Ó, mi az? Egy kutyus van az egyik deszkán. Még él. A szőkeség nevet és sír a boldogságtól. Az emberek a szupermarketben úszkálnak, keresve a kiutat. Hirtelen kopogást hallanak. Ryan az, aki teljes erőből dörömböl a földszinti csövön. Jamie a megmentésére siet, Josh utána úszik, és Tinának még az is sikerül, hogy szenvedélyesen megcsókolja. Joshnak és Jamienek sikerül lejutniuk a mély garázsba. Ott találják meg Ryant és a szőkét. Ám a találkozás örömét azonnal felváltja a rémület, egy cápa van a vízben. Míg Jamie eltereli a figyelmét, Josh elővesz egy pisztolyt az apja kocsijának csomagtartójából. Leugrik és egyenesen a ragadozó nyitott állkapcsába lő. A cápa súlyosan megsérül, de még életben van. Az emberek kiszállnak az elárasztott parkolóból. A szupermarket összes kijárata azonban el van zárva. Ráadásul újabb földrengés kezdődik, és betonlapok darabjai hullanak le a magasból. Még ez sem a legrosszabb rész. A cápának sikerül kiszabadulnia, a pisztolyból pedig elfogyott a lőszer. Josh talál egy kiutat. Áramütést mér a cápára, majd a bűnöző túlélő felrobbantja az egyik szupermarketben lévő transzformátort, hogy utat csináljon a meneküléshez. Főhőseink végre kijutnak a szupermarketből és látják, hogy városuk teljesen elpusztult. Az égen mentőhelikopterek repülnek. Túlélték. Tetszett az összefoglaló? Akkor gyorsan dobj nekünk egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és bátran kattints a csengőre, hogy ne maradj le az újabb forró összefoglalókról. A Movie Macska csatornát nézted. Viszlát később!